Jó napot kívánok, szervusztok! Nagyon fontos, ugye sokat beszélünk az akkumulátorgyárak és akkumulátor hulladék feldolgozók környezeti ártalmairól, hogy mennyi mérgező anyagot bocsátanak a környezetünkbe, hogy mennyi víz felhasználásával járnak, de arról sokkal ritkábban esik szó, hogy az infrastruktúrális építkezés, ami sajnos szükséges ezekhez az akkumulátorgyárakhoz, az mekkora rombolást végez a környezetünkben, a természeti értékeinkben. A Gödi Samsung akkumulátorgyár vízellátása miatt ugyanis 8,5 kilométeren kell vízvezetéket elhelyezni, hogy a Dunából odavigyék a vizet, illetve 13,5 kilométeren szennyvíz elvezetést, szennyvízvezetékeket kell építeni. Erre az infrastruktúrális beruházásra 32 milliárd forintot ad a magyar állam, ami ugye mindannyiunk pénze, és hát érdekes módon melyik céghez megy ez a pénz, a Mészáros és Mészáros ZRT-hez, vagyis Mészáros Lőrinchez. Itt persze eszünkbe juthat, hogy vajon miből fizethette azt az óriási jachtot, amivel ugye a nyáron láthattuk, hogy boldogan hajókázott a családjával. De térjünk vissza a természetromboláshoz, nem csak az a baj ezzel a csatornaépítéssel, hogy nagyon sok pénzbe kerül, de az is baj, hogy természetvédelmi Natura 2000-es területeken megy keresztül. Itt Göd és Szűdliget mellett már emiatt a csatornaépítés miatt számos fát kivágtak természetvédelmi területen, de most legutóbb a Gödért civil szervezet, a Gödért Egyesület áldozatos munkájának következtében ismerhettük meg, hogy sajnos az ezen a területen élő, fokozottan védett homoki kikerics, ez a kis növény, amit itt ezeken a képeken mutatok, ennek egy jelentősebb állománya is megsemmisült. Több mint 400 tő ilyen homoki kikerics volt azon a részen, ahol Mészáros Lőrinc cége ezt a csatornát építette, és bár elvileg át kellett volna ezeket ültetni máshova, információink szerint, illetve a Gödért Egyesület információi szerint ez nem történt meg, és így a civilek ezzel a képpel szembesültek, ezt a képet ők készítették, ezzel a képpel szembesültek, amikor most ősszel kimentek erre a területre. Az itt elpusztult homoki kikericseknek az eszmei értéke összesen több mint 40 millió forint, tehát legalább ilyen súlyú a természetkárosítás. Hozzá kell tennem, hogy ezt nem lehet önmagában anyagiakban kifejezni, hiszen az egész projekt 32 milliárdos értékéhez képest sajnos a 40 millió forint eltörpül. De a Párbeszéd zöldekben mi nagyon fontosnak tartjuk arra felhívni a figyelmet, hogy nem pusztíthatjuk tovább a természeti környezetünket. Ezeknek a természetes élőhelyeknek hatalmas jelentősége van, hogy épségben megmaradjanak. Ez itt egyébként egy ilyen száraz homoki gyep, egy homoki élőhely, sok más olyan növénnyel, sok más olyan állatfajjal együtt, amik így együtt alkotnak egy ökoszisztémát, és megengedhetetlen az, hogy a mérgező akkumulátorgyárak miatt ezeket gyakorlatilag feltúrják, és ezeket az élőhelyeket megsemmisítsék. Én azt gondolom, hogy az illetékes hatóságoknak, a Nemzeti Parknak és a Minisztériumnak fel kéne lépni ez ellen, ezért a Párbeszéd zöldek nevében egyrészt írásbeli kérdéssel fordulok az Agrárminisztériumhoz, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy további ilyen természetkárosítások ne fordulhassanak elő, illetve az ügy tisztázása érdekében a Dunaipoly Nemzeti Park vezetéséhez is fordultam, és én is igyekszem benyújtani azokat az adatigényléseket, amelyeket a civilek is megtettek, de nem kaptak rá választ, ezért az eredményekkel majd később jelentkezünk. A lényeg az, hogy meg kell állítani ezt a természetpusztítást.